zene, tánc, programok, játékok, körhinta, lufik, na meg persze vattacukor. Ez minden, ami egy tökéletes gyereknaphoz kell. Üdvözlöm Önöket, az Újpesti Retro 61. adását látják. Ma is beindítjuk képzeletbeli időgépünket, aminek pilótái ezúttal a gyerekek lesznek. Egy szinte napra pontosan 27 éves felvétellel kezdünk. Thank you.
Nem csak a városi programok, hanem a Káposztásmegyeri Óceán TV is minden évben megadta a módját a gyereknapnak. 92-ben a stábtagok nyakukba vették a várost és megnézték, az újpestiek hogyan ünneplik ezt a jeles napot. Most megy folyamatban a kutyabemutató rendőrkutyákkal, továbbiakban bicikliverseny, lángossevőverseny, zsákbafutás, kötélhúzás a magyar válogatottal, a kötélhúzó válogatottal lesz. Ha minden sikerül, jön a Maruzsi László autóversenyző, aki meg fogja mutatni az autóját. Gyerekek kipróbálhatják, 3 óra körül jön 2 motoros rendőr, a motorjukat megnézhetik. Továbbiakban megy a sakkverseny, a pingpongverseny, és mindenféle ilyen kis butaságos gyermekversenyek, múmiakészítés, és még nagyon sok minden. És mi megértettük, hogy Zoltán Erikának valami táncos lánya is jönnek ide? A kutya bemutató után lesz az 5 kislány, a Zoltán Erikának a táncos lányai, akik föl fognak itt lépni, 3 számot fognak előadni, és nagyon várják. Ezt a programot ki szervezte? Itt az intézőbizottság szervezte, a 3 tagú intézőbizottság, és hát mint a mi gyerekeink vannak itt. Nagyon szívesen látunk bárki mást is. Köszönöm szépen! Tessék. Operatőr kollégám az előbb rögtön kiszúrt itt egy hölgycsokrot, úgyhogy meg is kérdezem a lányokat, hogy hogyan telt eddig a gyermeknap, bár hát azért itt a gyermek, hölgyek, hát nem tudom, most azért még ti gyerekek vagytok, hogyan telt eddig a nap? Hát jó, hát még majd csak most kezdődik. Mit csináltatok? Eddig otthon voltatok, ne talán néztétek az Óceán TV adását? Még oda nem került sor, mert mi ballagásra készülünk, és próbáltunk. Elő fogjuk adni, palotással fogunk kezdeni, és azt gyakoroltuk meg a keringőt. Na, és te mit csináltál ma, ugyanezt? Próbáltam, igen. És te? Osztályba járunk, és úgyhogy ebből állt az egész. És itt most milyen programra jöttetek? Biztos van egy olyan fix program, amit szeretnél. Fogunk egy ilyen pop-hopot. Tánccsoportokat adunk elő. Ezt ki tanította be nektek? Ez a saját, de osztályfőnökünk, Szántai Nézelen Csukica néni. És valaki megkérte erre benneteket, vagy úgy gondoltátok, hogy gyereknapon ti most ide kiálltok és előadtok valamit? Ez úgy van, hogy mi minden évben előadunk valamit. És volt most a művészi nap, és arra készítettük, és most is előadjuk. Na, mi ajándékot kaptok ti még ilyenkor a szülőktől gyereknapra, vagy az már ilyenkorban nem divat? Hát nekem van kisebb testőrem, és ők tévéjátékot kaptak most. Hát én nem tudom, szóval régen kaptam már. Igen, régen. Kapunk azért. Ti most akkor végeztek, 8-osok vagytok, és akkor jövőre középiskolába mentek. Hát sok sikert kívánunk a továbbtanuláshoz, és köszönjük. Itt a gyermeknapi forgatagban egy nagyon komoly sakkozó párt is megláttunk. Ti sakkozni jöttetek ide, vagy ezért a programból is érdekel benneteket valami? Hát én legalábbis a programokért jöttem ide, hogy megnézzem. Csak láttam, hogy itt sakkoznak, aztán mondtam, hogy hát skívlak egy mesre is. Csak úgy szórakozásból. És így a gyereknap tiszteletére volt otthon valami ünnepi ebéd, vagy ajándék, vagy valami? Hát volt. Na, mi volt az ünnepi ebéd, mondd el neki? Hát a kedvencem, ünnepi vacsora. És hát mi a kedvenced? Hát nekem a rántott hús, meg a petezselymes krumplival. És ilyenkor gyereknap alkalmából nem szoktad megfogadni, hogy jó gyerek leszel most már mindig? Hát, néha-néha. Én egyébként rossz gyerek vagy? Nem. Hogy tanulsz? Én hát jól. Már nem akarok ünneprontó lenni, hogy itt most tanulásról beszélek. Látom, idesereg lettek többen is. Ti miért jöttetek ki ide most? Hát, hogy megnézzük ezt a kis ünnepséget. Közületek nézte valaki a tévéadását, az Óceán tévéadását most itt? Én néztem. És tetszett neked? Esetleg játszottál is? Nem játszottam, de tetszett. És mi tetszett a legjobban? Hát a játékok, azok, amiket ugye a tévében, hogy felhívták őket. Nem szeretél volna a családi vetélkedő részt venni a szüleiddel? Hát igen, de nem voltak otthon. Egyedül vagytok, és hol vannak a szülőkén? Hát a barátnőjéhez ment el anyukám, apukám a telken. És akkor ki főzött nektek ünnepi ebédet? Hát senki. Mit tettetek? Ebédeltetek már? Ebédeltünk. Na hát
úgy látom, hogy itt a kistestvéredet kihoztad erre a napra. Te vigyázol ma rá? Igen. És hogyan telt el eddig ez a gyereknap? Hát nem tudom, most jöttünk ide. És eddig mit csináltatok? Otthon voltatok? Tévét néztetek? Hát igen, megfutottunk futóversenyen. Az Óceán tévéadását néztétek? Igen. És tetszett nektek? Igen. Családi vetélkedő? Az is. És a kistesod mennyi idős? Hát másfél éves. És hányan vagytok testvérek? Hatam. És ez a gyereknap nálatok nagy ünnep? Hát igen. És ez mit jelent, hogy nagy ünnep? Azt vezi az anyuci, amit szerettek, ajándékot is vesznek talán? Hát igen. És vannak ilyenkor fogadalmak, hogy most többet nem fog, nem leszek rossz gyerek, mindig jó, jól viselkedem. Szoktatok ilyen fogadalmakat tenni gyereknapkor? Nem. Nem. És te vagy a legidősebb, vagy van nálad idősebb testvérem? Nem, három idősebb testvérem van. És mi ez ebben a programban, amiről most itt hallottál, ami téged a legjobban érdekel? Nem tudom. Mindegyik, ugye? Igen. Elég furcsa a helyszínen van a következő beszélgetés, látom anyuka itt a két kislányal ül a mászókán. Milyen volt, mi volt a mai program? Hát még csak most jöttünk ki, a kutya bemutatót láttuk, ami nagyon tetszett, és hát most a kislányok, akik táncoltak, és itt maradunk, ameddig tart a műsor. Délelőtt mit csináltatok? Játszottunk. És néztétek a tévét? Nem, csak egy kicsit. Milyen ünnep ez a családban, egy ilyen gyereknap? Szóval ön készül rá, mint szülő? Mint szülő, igaz, a gyerekeknek ez a nap, ez az ő napjuk. Valamikor nekik is meg kell ünnepelni, hogy gyereknap van, és ez az övék. Ez hogy történik a családban? Kapnak ajándékot, a kedvenc ételüket főzi, vagy? Hát igen, azt főzöm, amit kérnek, meg amit szeretnek, meg egy kis ajándékot is kapnak ilyenkor. Ilyenkor jobbak is, mint máskor? Hát inkább ilyenkor több minden meg van nekik engedve, úgyhogy nincs az, hogy most ne csináld ezt, ne csináld azt. Most az övéki az egész nap. Hány gyermeke van? Nekem kettő van, egy 12 éves fiam és a 10 éves Noémi. További jó szórakozást kívánunk, és köszönjük szépen! Köszönöm! Az első nagymama itt, akit én megláttam ebbe a forgatagban, kihozta a kisunokát ide gyereknapra? Igen, én jöttem ide, ő hozzájuk Zuglóból. Azért, hogy itt a gyereknapon együtt esik? Igen, igen, azért jöttem, hogy hadd örüljek nekik. Délelőtt mivel telt el? A kisebbikkel voltunk lent sétálni, csak az most lefeküdt aludni. Igen, volt gyereknap, amikor még gyerek tetszett lenni? Igen, csak azért nem volt ilyen nagyszabású. Akkor mi volt? Mennyiben volt az más? Szülők ünnepeltek a gyerekekkel, nem volt ilyen ünnepség, mint most a lakótelepen, akkor még ez nem volt, akkor magánházak voltak, és hát a szülők megünnepelték a gyereknapot. Hogyan? Tessék elmesélni. Hát lukbalmot kaptak, csokoládét, játszottunk velük, de hát ilyet még én magam sem vettem részt ilyenen még. Nagyon aranyosak voltak a táncos lányok. És még mit tetszett itt a nének? A táncos lányok az igen, és még... Hát magában az, hogy a gyerekek örülnek. Hány unokája van? 5. Jó, a szép szám. 2 éves a legkisebbik, és 20 éves a legnagyobbik. Hát további jó mulatást kívánunk, és köszönjük szépen. Örülünk, hogy ilyen szép rendezvényt csináltak.1997-ben Káposztásmegyeren a gyerekek elmondhatták, hogy nem csak egy nap, hanem két hétvége is csak is róluk szólt. Most erről a kölyök kavalkádról mutatunk részleteket.
egy régi mesét el nem feledem. Hát megyek a szivárványom, boldog lesz életem. Gyere vélem, jó barátom, induljunk át el. Vár minket a szivárvány, megvár vigyel el. Esik most az eső, ragyog fenn a nap. Szaladod, hogy átmenjen a szivárvány alatt. Esik most az eső, ragyog fenn a nap. Szaladod, hogy átmenjen a szivárvány alatt. Nem jött vélem egy barát, sem egyedül vallogok. Megyek, megyek, s visszanépni, soha többé nem fogok. Esik most az eső, nagyobb fenn a nap. Szaladok, hogy átmenjek a szivárvány alatt. Esik most az eső, nagyobb fenn a nap. Szaladok, hogy átmenjek a szivárvány alatt. Következő felvételünkkel az Aradi utcai óvodába repülünk vissza, ahol 26 évvel ezelőtt a játékos programok mellett a gyerekek egy rövid műsorral is készültek. Azután pedig rögtön irány a Semsei Park, ahol ugyanebben az évben a gyereknap, hát eléggé történelmire sikeredett. Sok ember fel.
Ahogyan az lenni szokott, most egy nagyobbat ugrunk az időben. A dátum 2012, a helyszín pedig nem más, mint a Vadgesztenye utca. Volt, aki gyorsan robogott, volt, aki lassan, megfontolva, de mindenki jól érezte magát a Vadgesztenye utcai gyereknapon. Hogy tetszik ez a gyereknap? Hogy tetszik a gyereknap, kicsim? Jó? De mondjad, akkor válaszolj. Jó. Jó? Hangosan mondjad a mikrofonba, hogy tetszik. Na. Tetszik. A cukrászda előtt lezárták az utcát, hogy a gyerekek ugrálhassanak a felállított gumivárban, versenyezhessenek a kis autópályán, és szabadon rajzolhassanak az aszfaltra. A játékokat a Kölyök Park biztosította. Nagyon jól érezzük magunkat, két kislányunk van, és amikor olvastuk az Újpest újságban, hogy lesz ez a kikapcsolódás, úgy éreztük, hogy szeretnénk eljönni és megnézni. Nagyon készültünk azzal, szerettük volna, hogy a gyerekek egy kicsikét otthonosan érezzék magukat a cukrászdánkban. Nagyon jó így dolgozni. Nagyon szeretek, és nagyon szeretem a gyerekeket is. Teljesen jó, mert végre történik valami itt a környéken, valami jó a gyerekek érdekében. Úgyhogy abszolút pozitívnak tartom. A környékbeliek támogatták, segítették a rendezvényt. A cukrászdával szomszédos házakat lufikkal díszítették. Sok környékbeli kisgyermekes család töltötte itt vidáman a gyereknapot. Segítségre jöttek nekünk, hogy miben segíthetnek, miben tudnak tevékenykedni, ötleteket adtak nekünk. Úgyhogy nagyon boldog vagyok. Nagyon jó dolognak tartanám, igen, hogyha többen is próbálkoznának ezzel, mert így a gyerekek jobban közösségbe tudnának szokni, mint régen, amikor a gyerekek kint játszottak az utcán. Most azért ettől el vannak szokva, mindenki be van zárva a kis saját kis utcácskájába, és akkor vagy a kis kertes házába, és ott egyedül játszadozik. Látván, hogy a gyerekek nagyon jól érzik magukat, innentől kezdve mi is fel vagyunk dobva. És a gyerekek már megunták a játékokat, vagy a szülők akartak pihenni, beszélgetni egy kicsit, fagyiszhattak a Vadgesztenye cukrászdában, vagy éppen ehettek egy jó új pesszeletet. Most már várjuk, hogy mikor kell bemennünk a cukrászdába fagyizni, amikor jönnek a gyerekek, hogy fagyi, fagyi. Tessék, drágám, két ajándék süti a gyerekeknek. Nagyon szívesen. Persze minden a gyerekek körül forgott ezen a napon, amit ők értékeltek is. Azaz a rendezvény elérte célját. Királyság. A jó sok program után most ideje hűsölni egy kicsit. Irány az Aquavert, ahol 10 évvel ezelőtt, a csobbanás mellett, egy 60 méteres torta is készült a gyerekek napján. 60 méteres torta az élményfürdőben, takarítás a táborban, gumivár a Vadgesztenye cukrászdánál. Ezek voltak az újpesti cseréti programjai a gyermeknap hétvégéjén. Ugrálni az nagyon, az jó volt, nagyon jó mély is, meg tudok húzni, és nagyon jó. Fürdés, ugrálás, tortaevés, és mindez egy élményfürdőben. Talán nem is kell ennél jobb gyereknapi program. Ez a hétvége, május 26-27 a gyerekekről szól. Amellett, hogy a pünkösdi ünnep is egybeesik egy családi hosszú hétvégével, mi itt az Aquavertben egy nagyszabású rendezvényt tartunk, Splash Fesztivál néven. Számtalan külső és belső program az élményfürdő területén és azon kívül. Nagyon sok embert várunk, nagyon sok fiatalt. És a mai nap pedig arról szól nekünk, nyitója az egész hétvégének, hogy a gyermekeket fogadjuk. Az élményfürdő 150 hátrányos helyzetű újpesti gyermeket látott vendégül, az Újpesti Charity segítségével. Az Aquavert cukrászata egy 60 méteres tortát készített a gyerekeknek. Ez egy Turo Rudi alap, amely egy citromos ízesítéssel készült. Itt bent az Aquavert élményfürdő Fast and Fine éttermébe készült el. Cukrászaink hajnal óta, hajnali 5 óta azon dolgoztak, hogy elkészüljön a 60 méter hosszú torta. Felosztottuk különböző darabokra, részekre, és a gyermekeknek most az a feladata, hogy feldíszítsék különböző ételdíszítő elemekkel, mely után majd egy zsűri azt értékelni fogja, és a díjakat hirdetünk. Csapatban és egyéniben is indulhattak a gyerekek a tortadíszítő versenyen. Értékes díjakat nyerhettek, túlórudi csomagot és belépőket az élményfürdőbe.
Úgy gondoltuk, hogy amilyen jön az iklet, és először a legegyszerűbbet szerettük volna, nem szerettük volna túlcsicsázni. Együtt csináltuk, mind a ketten. Egyiforma munka volt. A csapatversenyt a Bródi Imre Oktatási Központ és a Megyeri Úti Általános Iskola közös csapata nyerte. Ez jó ötlet volt ez a díszítés, mert hogy megesszük, akkor saját készítés, mert mi csináltuk, ez nagyon jó lett, és finom. Megbeszéltük mindent, hogy rajta lesz a Charity is, meg az Újpest is, meg az iskolánk is. Össze tudtunk dolgozni mindkettő iskola, szóval szerintem elég jól sikerült. De persze nem a verseny volt az igazán fontos, hanem az önfelett szórakozás az élményfürdőben. Ez volt már az Újpesti Retro, a régi idők gyereknapjait viszont nem csak a televízión és az interneten követhetik idén. 2022. május 29-én a Szent István térad helyett egy különleges gyereknapnak. Lesz zene, tánc, programok, játékok, körhinta, lufik, na meg persze vattacukor. Szóval minden, ami egy tökéletes gyereknaphoz kell.